Jó reggel, Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő gameplay-jel, ami nem más, mint Battlefield 4. Igen, tudom, hogy volt Battlefield 1, de nem tetszik, ne haragudjatok. És úgy gondoltam, hogy inkább modern hadviselésbe fogunk belefogni. Kettő darab sorozat fog indulni a játékból, egy a single player kampányt fogjuk végigtolni, a kettő az meg multiplayer veletek, és haverokkal és mindenkivel, aki akar jönni a játékot, hogyha valaki megveszi, ne ígérjezzétek, hogy honnan töltötted le, Keeper. Ha valaki megveszi a játékot, akkor tud velem multiplayerbe van csapatni, mint az őrült, és ez nem a reklám helye. Egyébként, aki nem tudja ezt a játékot, hogy miről van szó, az a lényeg, hogy modern környezetbe valós időbe játszódó FPS taktikai lövöldözős őrület, amibe rengeteg szimulátor szerű elemet is belevittek. Azért mondom, hogy szerű, mert azért nem teljesen szimulátor, inkább árkádos az irányítás. De az a lényeg, igazából arra akartam kiukadni, hogy járműveket is lehet használni dögivel, vadászgépeket, tankokat, jeepeket, motorokat, quadokat, helikoptereket, gyakorlatilag hajókat, mindent, amit el tudsz képzelni, azt lehet használni a csata téren, minden beülhetsz és mindent tudsz használni, és iszonyatosan jó a játék, imádom. Én Battlefield 2-vel iszonyatosan sokat játszottam, Battlefield 1942-vel is nagyon sokat játszottam, Battlefield 4-et gyakorlatilag kipróbáltam törtön, de ugye multiplayerezni nem tudtam, de vágjunk bele a lecsóba, még azt sem tudom, hogy ez a single player kampányt fogjuk elkezdeni, vagy a multiplayert, nézzük meg, milyen a játék maga. Tényleg, basszus, rég izgultam ennyire a játék miatt, így tekergettem, nézegettem, milyen játékot kéne játszani, és bassz, mondom, itt Battlefield 4, és még nem játszottam vele, hülye vagy? Na, multiplayerben ugye van quick match, gondolom, akkor bedob egy helyre, van ilyen squad join, ami barátokkal tudsz egyszerre menni, van server browser, és van test range, ami azt jelenti, hogy az valami lövölde, céllövölde akar lenni. Hát azt lehet, hogy ki fogjuk próbálni. Itt írja, hogy ugye... próbáld ki az összes fegyvert, kütyüt és járművet. Ja, és neveld ezzel gyakorlatilag a skilledet, tehát gyakoroljál. Van a kampány, amit ugye végig fogunk tolni. Most tényleg még nem tudom, hogy... Ti már tudjátok a címből, hogy ez most single player vagy multiplayer, én még nem tudom egyébként. Soldier, ja itt van a Keeper, de tényleg figyeljétek gyerekek, ott vagyok én. Wah-ha-ha. És itt van ugye, gondolom ezek a képességeim, és mi ez, lehet rakni valamit rá, vagy micsoda. Mindegy, az a lényeg, hogy nulla szintűek vagyunk, és nulla XP-nk van, gondolom ez majd a harc terén fog nőni. Gyakorlatilag nulla embert öltem meg. Jó van, gyerekek, engineer, de mi ez? Top class. Engineer. Ja, igen, és itt vannak ugye, van assault, van support, van recon. Remélem, hogy jól mondom. Na nézzük, mi ez a store. Store-t nem nézzük. Arra gondoltam, hogy a test range-et kipróbálhatnánk, multiplayer test range-et, és akkor így megnéznénk, hogy milyen járművek vannak igazából Battlefield 4-en. Nem toltam, gyerekek, multiplayer meg akarom nézni nagyon. Igen, aki akarjuk, mehetünk a test range-re, mehetünk. És akkor gyakorlatilag ez lesz az első része a multiplayer sorozatnak. Szaszát és Bundit már sikerült befűznöm, hogy jönnek majd csapatni velem. Ha akar valaki még csatlakozni, megvan neki a játék, vagy meg lesz, vagy akár micsoda, akkor írja meg, és akkor esetleg jöhet. Teljesen ugye majd fogunk kommunikálni harc közben. Emellett menni fog mindenképpen a single player kampány is ezerrel. Na, igazából ennyi. Remélem, hamar betörtődik ez a test range, és akkor ki fogjuk tudni próbálni a járműveket, meg az ilyeneket. Az utolsó ilyen Battlefield élményem, az gyakorlatilag a Battlefield 2 hasonló, gondolom, az irányítás ahhoz, bár az nem mostanában volt, szóval nem tudom. Ja, tegnap vettem meg a játékot, úgyhogy nekem ez nagyon új, még gyakorlatilag annyit csináltam, hogy single player kampányt elindítottam addig, hogy belőttem egy a grafikát, hogy frankon minden jól menjen. Igazából annyi, hogy felraktam ultrára, és igazából megy, mert nagyon jó meg van csinálva, hogy ez a DICE Engine hajtja ezt a játék. Játék alatt ugye a DICE Engine dolgozik, ami nagyon jól néz ki, brutálisan jól néz ki, ugye főleg a fényeket, meg a fényárnyékokat, azok nagyon jól kezeli. Főleg az éjszakai árnyékokat és a fényefekteket és a csillanásokat, de amúgy is iszonyatosan jó maga ez a motor, meg jól néz ki az egész, és meg ráadásul nincs nagy gépigénye annyira. Jól skálázható. Na, mi ez? Ja, ez egy ilyen izé, aha, így be lehet. Ja, így, support, engineer, assault, és kitoldva azt, hogy milyen, de atya, jaj, gyerekek, ez nekem már nagyon bejövős lesz.
Ja, várj, de ezeket lehet, hogy unlockolni kell, mert igazából úgy látom, kettő közül választhatok. Ez közül választhatok, meg a másik közül választhatok. Jó, back. Nyomjuk egy back-et. Mi van még itt? Kiválaszthatom, hogy mivel akarok lenni, ugye? Ez mi az, hogy... Jó, ez mi? Lehet... Várjál. Járművek? Baszarsz, öcsém. Hallod? Nem, amíg a izét is kiválasztottad, milyen izé legyen rajt. Smoke, hallod? Ilyen izé cucc. Ja, de még nincsen, gondolom, hallod? Ú, gyerekek, ez kemény lesz, várjál. Várjál, menjünk tovább. Járművek. Ja, izé, ez mi? Ez valami izé, ez valami... légelehárító cucc. Izé, csónak. Hallod, lopakodó jet. Izé, mi ez, felderítő helikopter? Támadó helikopter? Ez egy A10-es, ugye? Hallod, ez az. Transport. Ennyi van itt, de miért csak ennyi van? Vagy valamit nem csinálok, jó? Kittek, jó, várjál. Ugyan ennyi, nem csak ennyi van a játékban, nem csak ennyi jármű. Ha jól tudom. Na mindegy, rakjuk le valahova magunkat. És nem lehet választani, hogy nem USA-val akarok lenni? Ez mi? Igaz, nem tudom, mit nyomtam. Jó, jó. Jó, ja, sikerült, most le is raktam magam. Mi ez, egy AK-val vagyunk? Gyerekek, a játék az bődületesen jól néz ki, és iszonyatosan jó FPS-sel fut. És itt vannak még különböző fegyvertípusok? Elég nagyon rombolható környezet. Hát ez... Ne haragudjatok, de... Az igen! Így kipattintotta a tárat, hallod, amikor úgy cserélt tárat, ilyen nagyon lajtosan. Várjál ma. Hallod, mekkora az a csávó, hihetetlen. Várjátok, nézzük meg. Mi ez? Pisztoly. Ez mi? Ez meg ilyen izé. Ilyen... Fegyver alatt, ami van ilyen rakétavető, de valami itten megy. Néztél volna, eltalálom, mi? Hú, te fiú, hát ez nagyon komoly. Hallod, ez nagyon, nagyon atom. Főleg az, hogy így teljesen leamortizálhatsz minden. Mi van még? Ez ilyen izécsomag. Aha, ja. Nézzük, R. Nem azt akartam, barátom. R. Hallod, minden így szarrá lehet izélni, amortizálni mindent. Azért ezzel talán nem, azért tudnék valamit, nem? És azért is kipróbálom. Nem tudom, mi a rák az. Jó van, oké, bocs. Bocs, gyerekek, belefeledkezik. Ahaha, itt van az izé. Én kis munka, mikém nincs. Ezt rajt kell volna tartani, ja jó. Az gyerekek. És a hangok iszonyat jól meg vannak csinálva, de nézzük, milyen fegyverek vannak még itt. Ez mi? Ó, de tuti úristen. És tével azt írja, hogy a lézer célzót is kapcsolhatok. Aha, ott van a... És még az is, hogy így mozgat... Nagyon, az nagyon, nagyon jó gyerekek, nagyon bírom. Figyeld, lősz sima lövelékkel, annak is van egy röppájája, ugye nem az van, hogy ilyen halál pontosan oda becsapódik. Jaj, gyerek. Találtalak.
Ez Bundinak lesz a kedvence ezek a fegyverek szerintem. Hallod és visszhangzik. Nagyon kemény. Visszhangzik, ahogy lősz egyet. És ezek mind más típusok. Nem ugyanazok. Most de én nem annyira vágom. Ha ott van megint ez a szar. Úristen, akkor átrúg, hallod. Meg kicsit fölé is kell lőni, ugye? Most eltaláltam, kicsit fölében. Jó, hát ez komoly. Ja, és még itt is lehet válogatni, gondolom. Nagyon atom, jó. Most jöjjenek a különböző járművek. Quad. Van valahol itt? Várjál nekem, hol van az rendes fegyverem? Ne itt. Ahogy kiveszi a tárat, nagyon atom. És ha jól tudom, ugye minden nációnak, minden nemzetnek másfajta... másfajta fegyverei vannak. De ez kemény. Ohó, de milyen rák ez? Na mi ez? Ez micsoda? Hallod? Ez valami rakéták vannak. Hogy kell használni? Haragudj, de ezt... Hogy kell átülni a következő ülésbe? Kettes, egyes, kettes vagy? F1, F2 vagy micsoda? Aha, F2, hallod? És most átültem. Ne szórakozz a föntről látod, hallod a célpontot. Hallod, ne csináld. F1, érted? Hallod? Ez egy... Te fiú. De nem hiszem el, gyerekek. Ilyen van. És például elmegyek a hídra megyek, és akkor tudom. Hídat föl lehet robbantani, gondolom föl lehet, hallod. F2. És akkor tudom, hogy a hídon vagyok. Itt vagyok a hídon, aha. És akkor mondjuk megnézzük. Mikor oda lövünk egyet, és gyors kiszállok. Odalőtt, halljátok, oda. Ja, most vagyok a hídon, és akkor oda lövök, ahol meg is látom, mondjuk ide a kereszteződésbe. Azért ez nem kis pálya, gyerekek. Hallod, ilyen tüzérség. Na, ilyen... Nem, ez például fogalmam se volt, hogy ilyen van. Halljátok, ez Keeper rácsodálkozik a játékra, mi? Hoppá, helikopterek, ne szórakozz. Ez egy ilyen Apache-szerű akármi, az egy ilyen UH-1-es-szerű. Ez meg egy ilyen pici, nem tudom micsoda, ilyen... Gyerekek, azt a szart le kell szedni, mert nagyon idegesít. Menjünk az UH-1-el, várjál! Hoppá, szerintem beállt. Melyik van? F2, F3, és akkor így... Így váltasz. Aha, és van olyan, hogy be is tudsz ülni ülésből. Na ennyi, repüljünk, gyerekek. Kívülről is meg tudod nézni. Na, repülünk egy kört. Jaj! Jó! Bocs, fordítva van az irányítás. Oké. Okay. Már ez nagyon kemény volt ide. Olyan születünk. Hoppa, és a jármű fölrobban, amit használtam. Ja, ezek meg újra termelődnek, jó. Megpróbáljuk újra.
Még azt akartam mondani, hogy igen, jól tudtam repülni ezekkel a Battlefield-es cuccokkal. Ezt nem mondod. Nem mondod, hogy kiütöttem a izét falat. Jó, oké. Ezt gyakorolni kell. Most csináltam először, bocs. Ez durva volt. Hallod, ez mind valamilyen ruszki csapatszájtó, vagy nem tudom mi ez. Ja, ez ellenséges, lol. Ellenségesnek jelzi, várjál. Engineerek vagyunk, vagy ezek vagyunk, medikek. Mondom, raktam volna rá egy ezért egy ilyen robbanó valamit. Ez csúnya volt, bocs gyerekek, megyek, még egy kört megpróbálkozok. Lehet, hogy megyek ezzel a picivel, talán ezzel. Ez könnyebb lesz. Furcsa, hogy fordítva van. Mit célozzunk meg? Mi legyen a célpont? Mondjuk, ott vannak járművek. Az ott hajó? Mondjuk nézzük meg azt a hajót ott. Jó, az gyerekek is. Mert más fegyverzetednek nincs. Alakul. Hamar megszokható szerintem ez. Hoppá. A fajn. Ja, elég jó szokható. De megpróbálunk leszállni itt a reptér környéken. Letettem, na. Nézzük meg egy nagy dögöt. Pillanat, gyerekek, ne haragudjatok, élvezkedek. Az igen. Na, ez... Idegesítjük. Várjál! Kettes. Aha, ez izé, ez ilyen hőtkövetős. Cucc. Hú, de magasan vagyok, hülye vagy. Szedjük szét a helikoptereket. Oho! Tiszta Vietnám, gyerekek. Hallod? Kezdem élvezni. Van ott két jármű a vége, megpróbáljuk azt. Hoppa, kifogytunk. És azt hiszem nem fogy ki a lőszer ezekből a cuccokból soha. Úgy van megcsinálva, hogy az élvezhető legyen a játék. Gyerekek, ez az Apache, ez baromira irányítható. Ez még én is úgy, hogy elsőre irányítom. Ajaj. Olyan, neki vágultunk egy tank, egy tanknak, és ő erősebb volt. De legalább ide értünk a tankokhoz. Te fiú! Egy izé van itt, mi ez? Vérdő. Járékek! Ez nem gyenge, várja, van! F2! Jó lesz ez, jó lesz ez! Gyerekek, ennél jobb FPS játék van! Multiplayerbe! Nem hiszem, hogy... Miért cségózik mindenki, amikor itt van a Battlefield 4? Ebben lehet járműveket használni, meg minden, tök jó! Ez is jó, várja, F2! Ja, ez meg ilyen távirányítós a cucc. Ez
Ennyit a műemlékről. Ha az igen besült, hallod? Úristen, azt hittem nem lehet ezt szétlőni. Hihetetlen. Ahogy besül, nagyon bírom. Ez mi? Ez nem ez a rakétavetős cucc? De ez volt az. Jó. Van egy ilyen jeepünk. Ezt néztük már. Bocsi! Ez jó, ébresztő. És nem reggel van. Az igen? Az igen? Azért lehet izéri csapatni gyerekek. Tiszta rally versenyt lehet csinálni. Na, ma látom is, hogy rallizni fogunk gyerekek ezzel. Tudud! Gondolom mindenki az várja, mikor próbálom ki már azt a nyomorult tankot. Egyébként ezt nagyon... Pár granát? Az mi? G vagy mi? Aha. Hallod, de ennek így kell egy játéknak működnie. Nem? Megnézzük az épületet is mindjárt. Hát az, hogy kik pattintja azt a rohadt feljogot, az nagyon durva. Na! Ne már, ide csapódtunk, és még kráter is lett. Na, nem őr, megőrülök. Na ez mi? Ez ilyen a varálat. Akármicsoda, ilyen csapatszállító-szerű. Ha, várjál, mi ez az X? Jó, ilyen izé, mi ez? Ilyen köt téma, ugye? Na de, álljatok, van itt nekünk egy ilyenünk. Egy ilyen ébremsz. Bunninak való. Ébremsz. Lőjük meg hátul, mi? Számít? Szerintem nem. Így a durran, gyerekek. És lehet AP lőszert választani. Meg G-fegyvert. Csúszott egy kicsit a lánclap. Kicsit rugattuk a gépet. Arra vagyok kíváncsi, hogy mindent el lehet bontani. Na, nincsen. Nincs több gránátom. Nincs valahol lőszer. Ezek nem azok? Tényleg? Ez a hármas gombáj. Van ilyen, na ilyen, van ilyen rakétavetőszerű akármim. És megmondom őszintén, most akartam azt mondani, na megfogtam a játékot. Megfogtam a játékot, ez biztos nem tudja. Hallod, ez... nincsenek szavaim, komolyan. Azért azt nem tudta. Ha, és van ejtőernyő. Húristen, van ejtőernyő, várjál. Repüljünk már valamivel. Ne haragudjatok, de ez... azt kell, hogy mondjam, hogy epikusan jó. És ugye ott vannak még a hajók, meg még gondolom egy másik náció, ugye most azt hiszem, hogy amcsik vagyunk, akkor gondolom más járművek. Sőt, biztos. Gondolom, mindenhova bemehetsz, mindenhova... Nincs határ. Ezért rakétával szétlőhetnénk azt az épületet, megnézzük azért. Kis finoman.
Jézus, oda nézzél, hallod, eddig elfecseni. Miért nincsenek falak, hallod? Ajaj. Jó, nem is baj, hogy meghaltunk, még egy dolgot meg akartam nézni, hogy más klasszok. Ugye lehet választani, amikor... Na, hogyan? Mi látunk be? Na, itt vagy support, engineer, és ez. Ha ezt akartam, ezt a recon-t, vagy nem tudom mi ez. Lehet, hogy rosszul ejtem. Aha! Ez a izé. Ez a sniper-es csávó. Mi van neki még? Ah, és ő neki van izéje? Van ilyen bomba, TNT vagy mi ez? Várjatok? Menjünk fel a házhoz. Hallod, ez még egy szimulátor játéknak is nem egy. Hoppa. Azt akartam, hogy... Így, ez nem kicsit robbant, barátom. Kicsit a levegős lett a kecó, hallod? A gyerekek, ezzel kell csapatni, úgy érzem, ez nagyon jó. Van még följebb, leugrunk a tetőről. Kinyitjuk az ejtőernyőt. Jumpolunk, várj. Nem nyomogatnék én, hanem rakjunk ide-oda, mennyit tudok lerakni. Mi volt? Figyeled! Hallod, ez full eltűnt. Ez komoly. Jó, nem sikerült kinyitni az ejtőernyőt. So sorry. És a hajók is vannak. Van jetski, van ilyen kicsi hajó, meg van egy ilyen nagy. Várjál, kettes, ez meg valami rakéta? Ha ez ilyen irányítható, amerre viszem, figyeld, ha kilövöd. Na. Akkor így viszed, és akkor azt követi. Mondjuk, hogy ráviszem most az épületre, valószínűleg arra fog becsapódni. Vagy nem. És szerintem az időjárás is változik. Kicsit robbant, nem nagyon. És mi az F2? Várja, ez az F2, oppa! F3. F4 az meg, csak úgy vagy. F5. Hallod? Rajt volt kettő darab jetski, ami... Amire rá tudtál ülni, és akkor halljuk az... Nagyon komoly. Jó van, gyerekek, szerintem. Akkor ez volt a ismerkedés a multiplayer egységgel. Ez mi? Jaj, de szétlőném, ne szórakozzatok. Nincs valami... Ez nem lövi szét. Ez... Hallod, visszhangzott egyet. Nem viszi át, ez valami komoly beton. De figyeld! Ezt nem is gondoltam volna, hogy... Az épület full összeomlik. Én azt hittem, csak a falakat lehet kilőni. Ti is azt hittétek, fogadjunk. Fúl összeomlott, hallott, meghalok. Nagyon bírom. Köcsök. Na jó van, gyerekek, köszi szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó, nekem nagyon bejön a játék. Jön a single player kampány, és jön a multiplayer, és gyertek, akkor játszatok velem. Csáááá!